Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem. Csillagos este, csillagos ég. Apa, én is szeretnék sütni. Sajnálom, Kályú, de a barbecue túl forró. Játsz inkább Rozival, míg elkészül a vacsora. Nézd, anya, nézd! Jaj, ne, hangyák! Jaj! Kicsim, menj, kérdezd meg a nagyit, hogy nem kell neki segíteni. Én addig elintézem a hangyákat. Rendben, anya. Nagyi, mit csinálsz? A különleges, titkos receptű krumpli salátámat. Titkos recept? Ssss! Mi lenne, ha megkóstolnád? Micsoda gyönyörű este! Azt hiszem, látom az esthajnal csillagot. Milyen szép! Erről eszembe jutott, amikor láttam egy hulló csillagot. Egy hulló csillagot? Az egy olyan csillag, ami repül az égen, akár egy madár, varázslatos. Nos, Kályú, folytassuk a munkát. Kész a vacsi! Nézzétek, hulló csillag! Milyen gyönyörű! Hol? Az előbb még ott volt. Nagypapa, anyáik láttak egy hulló csillagot, de már eltűnt. Biztos lesz több is. Menjünk, nézzük meg. Nézd, Kályú, ott van még egy. Hol? Látni akarom. Ne szomorkodj! Nehéz őket észrevenni, mert túl gyorsak. Kályú szeretett volna hulló csillagot látni, ezért elhatározta, hogy addig marad kint, ameddig csak kell. Sajnálom, hogy nem láttad a hulló csillagot, Kályú. De helyette nézhetjük a holdat is. Igen, nézzük inkább a holdat. A hold hatalmas. Látod azt a sok csillagot? Az ott a nagy medve. Nem látok medvét. Jaj! Lássuk csak, hol tartottunk. Ja, igen. Amit ott látsz, az a kis göncöl. Szia, kicsim. Gyorsan, Kályú, nézd csak! Ó, már megint lemaradtam róla. Ne aggódj, Kályú. Lesznek még hulló csillagok máskor is. Kályú azt hitte, hogy soha nem fog látni egyet se. Szomorú volt. Ideje lefeküdni, Kályú. Késő van. Jó éjszakát! Jó éj, csillagok! Mindenkinek dolgozni kell. Gilbert, ez csíkis. Kályú nem tudta, hogy felébressze a szüleit. Gilbert! Jó reggelt, Kályú! Szeretnél repülni ma reggel? Szólt az ébresztő. El fogok késni a munkából. Kályú, menj le és etesd meg Gilbertet. Én felkeltem Rozit. Gilbert, várj meg!
Gilbert, nézd meg, mit csináltál! Caillou! Anya siet, úgyhogy siessetek, jó? Caillou nem örült, hogy mindenki ennyire sietett ezen a reggelen. Apa vicces! Gyorsan egyél, Caillou. Nagyon sietünk. Megettük az egész reggelit. Jó, akkor jöhet a fogmosás. Rózi, várj! Szeretnél úgy kinézni, mint anya? Igen! Ez kell neked! Rózi, ne mozdulj! Így! Rózi! Caillou, te csináltad ezt a húgoddal? Azt akartam, hogy csinos legyen, mint te. Tudod, hogy nem játszhatsz a sminkemmel. Gyere, Rózi, mossuk ezt le rólad. Öltöz gyorsan. Úgy. Te és Rózi a játszóházba mentek. Nem akarok a játszóházba menni. Caillou! Mi tart neki ennyi ideig? Indítsd be a kocsit, szívem. Caillou, anya kint vár téged. Caillou nem tudott lépést tartani a többiekkel, és a nagy rohanás egy kicsit sok volt neki. Nem akarok anyával menni. Itthon akarok maradni veled. De később én is megyek dolgozni. Nem akarom, hogy dolgozni menj. Maradj itt, rögtön jövök. Caillou anyukája elindult, és az apukája gyalog viszi majd őt a játszóházba. Ez az! Itthon maradunk és játszani fogunk. Nem, Caillou, apának is mennie kell, de először felöltöztetlek és mutatok neked valamit. Mit fogsz nekem mutatni, apa? Sok-sok olyan embert, akinek dolgozni kell épp úgy, mint anyának és nekem. Jó reggelt, Caillou! A bácsi most dolgozik? Bizony. Én kézbesítem a leveleket. Szeretné segíteni nekem? Szabad! Tessék, Caillou, tedd be ezt a levelet Hinkle bácsi postaládájába. Látod, Caillou? A postás minden nap dolgozik. Miért? Hogy Hinkle bácsi megkapja a leveleit. És apukád megkapja a számlákat. Azokat majd én. Ott vannak a vagyósak. Fontos és szép munka. Nem szeretnétek velünk dolgozni? Lehet. Persze. De csak ha egy kicsivel idősebb leszel, jó? Várnod kell, amíg nagy és erős leszel. Nehéz munka tisztán tartani a várost. Ennyi kemény munka után mit szólnál, ha bekapnánk valamit? Jó! Csak előtte még meg kell állnunk valahol. Neked miért kell dolgozni, apa? Mert szeretek dolgozni, és mert pénzt keresek vele. De a gép ad neked elég pénzt. Igen, ad, de előtte be kell tennem. Nekem is olyan sütim van. A tied is csak is muffin, mint az enyém? Nem, fel tudnak kapcsolni a fényeket. Lehet, hogy a rendőrbácsi nem ér rá. Nem, éppen szabadok vagyunk. Szeretnéd te felkapcsolni, Caillou? Igen. Itt a központ. Caillou rendőrtiszt jelentkezik. 14.
apukájú rendőrtiszt, ideje indulnunk, hogy a rendőrök dolgozhassanak. Apa, azt hiszem, hogy rendőr leszek, ha nagy leszek. Természetesen lehetsz rendőr is, Kájú. De most inkább menjünk el a játszóházba, jó? Apának most mennie kell dolgozni, ahogy azoknak az embereknek is, akikkel ma találkoztunk. Rendben? Rendben. Hát itt vagy, Kájú. Már vártam, hogy mikor érsz ide. Martin néni, már ültem egy rendőrautóban. Tényleg? Az biztos jó móka volt. Dolgozó embereket mutattam Kájúnak. Láttunk még egy postást és egy szemetest is, ugye, Kájú? De akkor is a rendőrök munkája a legjobb. Szerintem az én munkám a legjobb az egész világon, mert én játszhatok veled. 10-4, Kájú rendőrtiszt! Gilbert és az állatorvos. Sehol sem találom Gilbertet, anya! Gilbertet ellenőrzésre kellett vinni az állatorvoshoz. Gilbert! Hova bújtál? Rossz cica vagy! De Gilbert eltűnt. Nem találom a dobozát, szívem. Biztos vagy benne, hogy lent van? Meg lett Gilbert, Kájú? Nem, apa. Én nem találom a dobozát. Nézzetek csak ide! Mikor Gilbert meglátta a dobozát, már tudta, hogy autóval kell mennie valahová, de ő nem szeretett autózni. Gilbert nem akar állatorvoshoz menni. Tudom, de muszáj neki. Meg kell vizsgálni. Megvizsgálni? Mint mikor engem visztek az orvoshoz? Pontosan. Az állatorvos Gilbert orvosa. Nyugalom, Gilbert. Majd én vigyázok rád. Apa! Gilbert kiszökött a dobozból. Rendben, ne izgulj. Minden rendben lesz. Remélem. Látom a farkát. Rossz cica vagy, Gilbert! Valójában nem is annyira rossz cica, csak fél. Nem szeret autózni. Buta, Gilbert! Én imádok autóval utazni! Gilbert visszakerült a dobozba, és már mentek is tovább. Tényleg, Kájú. Elmesélnéd, hogyan szökött ki Gilbert a dobozból? Én csak meg akartam simogatni. Ez kedves tőled, de mostantól inkább tartsd a dobozban. Rendben? Rendben! Sara! Szia, Kájú! Mit csinálsz te itt? Gilbertet megvizsgálják. Alinnak a fogait tisztítják meg. Bent kell maradnia estére. Elhoztátok a fogkeféjét? Nem, te butus! Neki nincs fogkeféje. Dr. Orangeville fogja megtisztítani a fogait. Jól van, minden rendben van. És most jöjjenek az oltások. Fájni fog neki. Nem nagyon. Viszont egy évig egészséges lesz tőlük. Szeretnél segíteni nekem, Kájú? Simogasd Gilbertet és nyugtasd meg. Ne félj, Gilbert! Ennyi, meg is vagyunk. Nem volt vészes, ugye? Gilbert, gyere vissza! Jaj, ne! Már megint. Kájú és a planetárium. Van nálad? Az új űrhajóm. Hű. Brrrr.
Jól szórakoztok? Űrhajósok vagyunk. Akkor jól sejtettem. Megyünk a Holdra. De ebédre visszaérjetek nekem, rendben? Kájú, játsz a Matival. Most nem akarok. A Hold erre van. Ó, űrhajósok, lassabban egy kicsit. Rozi szeretett volna Kájúval és Lióval játszani. Ó, ez érdekes. Holnap lesz az új planetárium megnyitója. Én ismerek két űrhajóst, akiket érdekelne. Én is. És nézd csak, a legjobb űrruha jelmezt díjazni fogják. Á, űrhajós jelmez. Kájú, játsz a Matival. Nem játszok, Rozi. Tudom, hogy szeretnél játszani velük. De tudod mit? Játszunk inkább mi ketten. Készíthetnénk például űrhajós jelmezeket. Hallottátok a hírt? Holnap nyílik az új planetárium. Az mi? Nos, lássuk csak. Olyan, mint egy mozi, ahol csillagokat és bolygókat láthattok, de belül. Nekem nincs kifogásom ellene. Te is szeretnél jönni? Uh-huh. Felhívom az anyukádat. És lesz még verseny is. Verseny? Igen, díjazzák a legjobb űrruhát. Leo, akár egy űrhajós. Én pedig egy szörny vagyok az űrből. Kájú, úgy hallottam, ma megríkadtad Rozit. Tudom, hogy nem mindig szeretnél játszani vele, de mégiscsak a hugod, ezért mindig légy hozzá kedves. Rendben, apa. Gyerünk, idd meg a tejed, ideje lefeküdni. Teljes a szád. Mi olyan vicces? Ahó, értem már. Csak nem megjártátok a tejútrendszert. Mi az a tejútrendszer? Nos, lássuk csak, az egy, az a galaxis, amelyben a naprendszer van. Egy olyan hely az űrben, ahol millió és millió csillag van. Épp erre van szükségem. Mire kellenek azok? Az titok. Kájú nagyon kíváncsi volt anyukája titkára, de Kájú és az apukája nem tudta, hogy anyukája is űrhajós jelmezt készített. Tökéletes. Miért vannak csillagok? Nyolc éjszakát, apa. Aznap éjjel Kájú a csillagokról, a bolygókról és a tejútrendszerről álmodott. Tetszik a jelmezem? Én fogom megnyerni a versenyt. Üdvözlök mindenkit a planetáriumban. Egy különleges játékkal készültem. Nézzétek, a Holdon sétálok. Kipróbáljátok?
Nagyszerű! Amit most láttok, az a tejútrendszer. És most valami különleges következik. Séta a Holdon. Íme a Hold. És íme a Holdra szálló. Sétálunk. És ezzel vége a műsornak, kivéve persze egy dolgot, a legjobb űrruha verseny eredményét. És a díjat kapja Rozi és Rozi anyukája. Erre kellett anyának az edényfogó. Gratulálunk! A kincses láda. Kalóz vagyok! Mit csinálsz, Kájú kalóz? Kincset keresek! Kájú kalóz még nem tudta, hogy igazi kincset fog találni azon a napon, egy olyan helyen, ahol egyáltalán nem számít rá. Alig várom, hogy Kájú egy kicsit idősebb legyen, és megtaníthassam focizni. Ahogy én téged. Gyere csak, Kájú kalóz, ideje hazamenni. De én nem akarok hazamenni. Még nem találtam meg a kincset. Nos, akárhol is legyen a kincs, biztos, hogy ott lesz legközelebb is. Itthon vagyunk, anya! Anya, mit csinálsz? Takarítok. Segíthetek? Persze, tessék, tedd ezt be a dobozba. Rendben. Sajnálom, de az anyukám most nem tud jönni, sok dolga van. Ó, már mondtam apádnak, hogy dobja ki azt a vacakot. Igazi gyűjtögető. Mi az a gyűjtögető? A gyűjtögető az, aki semmit sem akar kidobni. Én is gyűjtögető vagyok, anya. Nos, neked is rengeteg játék van a szobádban, amikkel már nem játszol. Minden játékommal szoktam játszani. Kájú, tényleg ki kell válogatnom ezeket a könyveket. Mikor Kájú meglátta az öreg ládát, kíváncsi lett, hogy mi van benne. Fogalma sem volt róla, hogy a kincset fogja megtalálni, amit egész nap keresett. Egy láda tele az apukája összegyűjtött dolgaival. Mit találtál? Mosolyog! Fényképet készítek! Klik! És most mit találtál? Egy halom érdekes dolgot. Hadd nézzem csak. Ó, ez akkor volt rajtam, amikor az apukád elvitt táncolni. El sem hiszem, hogy megtartotta. Hé, ti meg mit csináltok? Nézd, apa! A régi harmonikám. Folyton csak gyűjtögetsz. Anya azt mondta, hogy én is csak gyűjtögetek. Mit találtál? Ez mi? Ez hihetetlen. Ez a focilabdám még az egyetemről. Csak le kell mosni és fel kell fújni. Na, megtanítsanak játszani? Igen! Én tanítottam neki mindent, amit a fociról tud. Mehet, Kájú? Akkor dobom. Kájú és a kempingezés. A hétvége gyönyörű volt, és Kájú nagyon izgult, mert úton voltak kempingezni. Anya, pisilnem kell! Most!
Biztos, hogy nem bírod tovább? Kájú! Mi a baj, Rozi? Anya elment! Igazad van, és Kájú is. Ó, hát itt vagy. De jó! Hol van Kájú? Meg kellett állnunk pisilni. Kájú! Kész vagyok! Gyere, indulnunk kell. Igen, menjünk, induljunk minél előbb. Bár, ha belegondolok... Mi a baj, szívem? Azt hiszem, nekem is kell. Mi az ott? Egy szarvas veszélytábla. Sok van belőlük az erdőben, és ez figyelmezteti az autósokat. Szarvasok? Hű! Láthatok egyet? Rozi is! Ne nagyon reménykedj benne, Kájú. Miért? Mert a szarvasok félénkek. Kájú furcsának tartotta, hogy egy ilyen hatalmas állat is lehet félénk. Üdv, srácok! Isten hozott a Brom kempingben. Én Pierre vagyok, és te? Kájú! Itt biztos, hogy rengeteg kalandban lesz részed, Kájú. Sokat játszhatsz, elmehetsz úszni, és még hegyet is mászhatsz. Mit szeretnél először kipróbálni? Szarvast akarok látni! Attól tartok, az nem túl valószínű. A szarvasok távol maradnak az emberektől. Nem hiszem, hogy valaha is láttunk itt szarvast. Mit szólsz? Ne segítsünk a szüleidnek? Szép munka, Kájú. Te is bejössz, Kájú? Várj meg, anya! Mi a baj, kicsim? Gyere, isteni a víz! De kis kék izék úszkálnak benne. Azok kicsi halak, Kájú. Ne félj, jobban félnek tőled, mint te tőlük. Kájú nem volt benne biztos, hogy beszeretne menni. Túl mély. Egyáltalán nem mély. De hideg. Nem szeretnél lefröcskölni? Ahogy Kájú bement a vízbe, minden félelme elmúlt. Hamarosan eljött az ebéd ideje. Valaminek isteni illata van, farkaséhes vagyok. Hát, ahogyan én is. Szarvas, szarvas! Nézzétek! Jaj, ne! Egy mókus! Hes! Hes! A vadállatokat nem szabad etetni, Kájú. Miért? Mert nekik az erdőben kell táplálékot szerezni. Mit fogtok csinálni ma délután? Megyünk és hegyet mászunk. Ez az! Ez az, Kájú, menj tovább! Ügyes vagy! Jól vagy? Kájú megijedt, amikor megcsúszott, de azt akarta, hogy az apukája lássa, milyen bátor. Már majdnem ott vagyunk, nézd! Megcsináltuk! Nagyon büszke vagyok rád. Úgy
tűnik a hegymászás fárasztó. Gyertek, fiúk, ideje lefeküdni. A lakókocsi készen áll. Én a fülkőágyban akarok maradni. Jó móka lenne a szabadban aludni. Rendben van. Kájúnak tetszett, hogy a függőágyban alhatott az apukájával. Jó ét, fiúk! Jó éjszakát nektek is! Kájút lenyűgözte a szarvas, még sosem látott ekkora állatot ezelőtt. Anya, anya, gyere, nézd! Apa! Ha? Nézd! Oh, teljesen csendben kell maradnunk. Tudjátok, a szarvasok félénkek. Egy igazi szarvas. Szarvas! Szarvas el! Kájú viccesnek találta, hogy egy ilyen hatalmas állatot el tudott ijeszteni egy olyan kicsi lány, mint Rozi. Az erőpálcikák. Egy délután Kájú és Szára kint játszott Szárájék kertjében. Szára, uzsonna idő van. 28, 29, 30. Igen, sikerült. Hadd próbáljam meg én is. Te még túl kicsi vagy hozzá. Taníts meg, Szára. Uzsonna idő van, Szára. Gyere be és teríts meg, kérlek. Majd legközelebb megtanítlak. Szia, Kájú! Miért nem uzsonnázol velünk, Kájú? Felhívom az anyukád és megbeszélem vele. Anyukád azt mondta, hogy maradhatsz. Segít Szárának teríteni. Minden helyhez tegyél kettőt. Mik ezek? Evőpálcikák. Ehetsz velük, így ahogy mutatom. És ez mi? Kínai tészta és zöldség. Nagyon szeretem a tésztát, de a zöldségeket nem igazán. És ez mi? Tojásos tekercs, de ne aggódj, nem zöldség. Szép lövés, Kájú! Az evőpálcika szokatlan lehet elsőre. Kájú rájött, hogy az evőpálcikákhoz bizony egy kis gyakorlásra van szükség. Szara macskája, Olli, nagyon örült, hogy Kájú náluk uzsonnázott. Én kézzel eszem a tojásos tekercset. Talán inkább használd a villádat, Kájú. Rendben. Edd meg a bambuszt, Szara. Egészséges. Nézd csak, Szara. Kájú megeszi az összeset. A bambusz zöldség, Kájú. Te utálod a zöldségeket. A kínai zöldségeket szeretem. Az egy sárkány! Igen, egy kínai sárkány. Szeretnéd felpróbálni? Ó, nagyon ijesztő sárkány lett belőled, Kájú! A kedvenc desszertem! Nekem is az a kedvenc desszertem! Ó, Kájú, mit csinálsz? Kipróbálom a pálcikákat! Ezt nem tudott pálcikával enni. Ahhoz túl csúszós. Hűha! Hó!
Hoppá! Mutasd, hogy csináltad, Caillou! Caillou is tudott valami újat mutatni Sarának. A különleges kutyus. Caillou és anyukája labdázni ment a parkba. Ez mi? Régebben is hallottad, emlékszel? Tudom már! Azt jelzi, hogy mikor mehetünk át az úton. Elnézést kérek. A kutyafuttatót keresem. Én tudom, hol van. Tényleg? Hol? A park a túloldalon van. Látni fogja. Köszönöm. Caillou, amikor a parkba mentek, mindig szeretett a térkép előtt gondolkodni, hogy merre menjenek. Azt szeretném, ha arra mennénk. Rendben. Ne félj, nem fognak megharapni. Neked két kutyád van? Jaj, nem. Csak sétáltatom őket. Ez a munkám. Caillou úgy gondolta, hogy a kutyasétáltatás nagyszerű munka lehet. Most viszem őket a kutyafuttatóra. Az itt van. Én pedig oda megyek. Talán még találkozunk. Kutyatok meg! Tudunk valahogy segíteni? Nem hiszem. Ez nagyon vicces volt, ugye? Vigyázzat, jövök! Ugye? A neve Dylan. Pacsit is tud adni. Kipróbálod? Szia, Dylan. Én Caillou vagyok. Dobd el a labdát. Nagyon ügyes. El tudja kapni. Ügyes vagy, Dylan. Tessék. Elég nyálas, mi? Később találkozunk. Szerintem jobb lesz, ha megtörlöd a kezed. Rendben. Kicsit később Caillou anyukája találkozott egy régi barátnőjével, Barbarával. Biztosan te vagy Caillou. Tetszik a kutyája. Maxwellnek hívják. Szia, Maxwell. Játszhatok vele? Simogathatod. Vissza tudja hozni a labdámat? Sajnálom, Caillou, de nem engedhetem labdázni veled. Maxwell egy nagyon különleges kutyus. Dolgoznia kell. Dolgozni? Igen. Segít nekem. Miben segít? Nos, Caillou, én vak vagyok, és Maxwell vezet engem. Vak? A barátnőm Barbara nem lát. Maxwellnek az a dolga, hogy helyettem lásson. Caillou meglepődött, hogy a kutyáknak is van munkájuk, épp mint a felnőtteknek. Szeretnéd látni, hogy segít nekem? Barbara vak, emlékszel? Vagyis nem látja, ha csak bólintasz.
Ha látni szeretnéd, hogy segít nekem Maxwell, meg kell nekem mondanod. Rendben. Szeretném. Látni szeretném. Ez Maxwell hámja. Én megfogom, ő pedig elvezet mindenhová. Caillou-nak tetszett, ahogy Maxwell mutatta Barbarának, hogy merre menjen. Most mit csinál Maxwell, Caillou? Leült. Ha leül, az azt jelenti, hogy nem biztonságos tovább menni. Gyertek vissza! Állj meg! Hé! Gyere vissza! Caillou rájött, hogy Maxwell nagyon okos kutya. Egy igazán okos kutya. Caillou tudta, hogy ez a hang a biztonságos átkelést jelentette. Mehetünk! De Maxwell tudta, hogy még nem volt teljesen biztonságos átmenni. Ügyes vagy, Maxwell! Ügyes vagy, Maxwell! Nagyon ügyes! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Caillou és a hőség. Egy nagyon-nagyon forró nyári napon Caillou éppen a strandra készült. Nehezen tudta felvenni a karúszókat, de biztos volt benne, hogy a békatalpakkal könnyebb dolga lesz. Már csak az úszó szemüvegére volt szüksége. És a törölközőjére. Ez vajon mi? Egy kis kacsa? Törölközőben? Nem, én vagyok az! Caillou! Bújj csak ki azokból, mielőtt elesel! Inkább a kezemre húzom őket, és nem a lábamra! Kimehetünk a strandra, anya? Ó, sajnálom, kicsim, de ma nem tudunk kimenni. Miért? Apának és nekem sok dolgunk van. Caillou szomorú lett. Nagyon szeretett volna úszni egyet. Úszunk, úszunk, úszunk! Rozi is ki akar menni a strandra. Majd holnap kimegyünk, rendben? De én ma akarok kimenni a strandra. Gilbertnek is melege van, nincs víz a tájában. Gilbert, üdítő! Anya, Rozi kijönti az üdítőjét. Caillou, ne a törölköződdel takarítsd fel! Csak segíteni akartam. Inkább kimegyek. Ne felejtsd el a sapkát!
És Caillou, ne felejtsd el a naptejet sem. De olyan ragadós. Szükség van rá, a nap erősen süt ma. És még meleg is. Tessék, ez majd segít lehűlni. Köszönöm, anya. Caillou nem tudta megállni, hogy ne nevesse ki Gilbertet. De még mindig szomorú volt, amiért nem mentek a strandra. Meleged van, és ragadsz is. Rendesen meg kell mosakodnod, és le kell hűlnöd. A locsoló! Te állítsd be, én beindítom. Kész van! Nem jön belőle semmi, anya! Becsaptál! Gyere, Caillou, ugráljunk! Caillou rájött, hogy a saját kertjükben is milyen jól lehet szórakozni. Gilbert lehet, hogy nem így gondolja. Gyere, Gilbert, ugrálj te is! Caillou és a szervíz. Caillou már alig várta, hogy elmenjenek az étterembe vacsorázni. Mind a ketten. Tessék, Rozi, nem akarok többet ezzel játszani. Pip, 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 brum, brum. Apa! Igen, Caillou? Ott vagyunk már. Már nincs sok hátra. Apa, éhes vagyok! Rozi, éhes! Tudom, anya már vár ránk az étteremben, nem sokára ott leszünk. Áú! Apa, Rozi eltörte az autómat! Ha odaértünk, megnézem. Nem sokára ott vagyunk. Melegem van! Rozinak is! Le tudnád húzni az ablakot? Ablakot le! Rozi, hadd abba, ne ismételj meg mindent! Caillou mérges volt Rozira, éhes volt és melege is volt. Mindketten hagyjátok abba! Nézzétek, elindultunk! Jaj, ne! Mi lehet ez? Apa, én félek! Ne félj, minden rendben lesz. Megyek, megnézem. Ez remek. Caillou megsajnálta szegény Rozit, és megpróbálta valahogy megnyugtatni. Minden rendben van, Rozi. Apa? Igen, Caillou? Mikor találkozunk már anyával? Először meg kell várnunk az autómentőt. Az már biztos nem sok idő. Vinni az autót. Elvontat minket a szervízbe. Rendben vagyunk, minden kész. Mi hol fogunk utazni? Ott fent? Nem, velem fogtok utazni. Ültetek már autómentőben ezelőtt? Nem.
Nagyon mókás, majd meglátjátok. Na, milyen ott hátul? Meg fogja javítani az autónkat. Nem, én csak elvontatom. De majd találkoztok az apukámmal. Ő javítja meg. Az apukája? Igen. Ahogy a felirat is mutatja. Sullivan és fia. Én vagyok Jack Sullivan, a fiú. Én Caillou vagyok. Az én apukám nem ért az autókhoz. Ó, biztos vagyok benne, hogy az apukád rengeteg más dologhoz ért. Apukámnak van villás kulcs és kalapács a szerszámos ládájában. Tényleg? És nem tud autót szerelni? Meg tudja javítani az autómat. Természetesen, fiam. Kettőt pislogsz és már mehettek is. Nem, az én autómat. Rosie eltörte a kerekét. Hagyjuk Sullivan urat dolgozni, és később megnézzük az autódat, jó? Igen. Vagyok. Egy perc, Caillou. Előbb fel kell hívnom a mamát. Kérsz valamit, Caillou? Egy táblacsokit szeretnék. Ó, csak nem a müzli szelet gombját nyomtam meg véletlenül. Ne haragudj, Caillou. Megnyomhatom én a gombot. Csak vigyázz, hogy jót nyomj meg. Miután beszélt Caillou apukájával, Caillou anyukája megnyugodott, hogy mindenki jól van. Ó, jó estét! Szokatlan önt egyedül látni. Merre van Caillou és Rosie? Később ők is csatlakoznak. Közben jött valami. Mit ajánlana ma este? Sullivan úr! Itt vagyok. Kész is van, Caillou. Az autóval minden rendben. Autója már kész van, de az én autóm még mindig rossz. Sullivan úr, nem bánná, ha kölcsönvenném a szerszámait? Persze, hogy nem. Szolgálja ki magát. Lássuk. Épp amire szükségem van. Caillou örült, hogy apukája meg tudta szerelni az autóját. Szeretett neki segíteni szerelés közben. Kicsim, tetszett a szerviz? Igen. Mindkettőnk autóját megjavították. Mindkettőtökét? Az én autómat is megszerelték. Az elveszett kiskutya. Rendben, Caillou. Emlékszel még? Tartsd a szemed a labdán. Rendben. Minden oké, nem kell sietni. Hé! Hey! Add ide a labdámat! Hé, hey, gyere vissza! Apa, segíts! Elvitte a labdámat! Na, megvagy! Van nyakörve, úgyhogy biztos van gazdája. Elég régóta keresgélünk, de úgy tűnik, senki sem tudja, kié a kutyus. Egyedül van itt. Biztos elveszett. Pajkos kis jószág, ugye? Pajkos? Hívhatnánk Pajkosnak. Megtarthatom, apa, kérlek szépen. Sajnálom, Caillou, de ez a kiskutya valakié, akinek valószínűleg nagyon hiányzik. Ha? De tudod mit? Megkeressük a gazdáját, mit szólsz? Rendben. Caillou szomorú volt. Meg szerette volna tartani a kutyust magának. Ahó! Van itthon valaki? Ő meg ki? Én találtam. Pajkosnak hívják.
A parkban találtuk. Gondoltam, megkereshetnénk a gazdáját. Bolykos, ne! Hagyd abba! Kutyi! Micsoda rendetlenség! Inkább vigyétek ki és mossátok le! Ideje lemosni. Ideje volt megkeresni Pajkos gazdáját, ezért Caillou apukája készített róla egy fényképet. Mosolyog, Pajkos! Nagyszerű. Már csak le kell másolni és venni egy kutyatápot. És ha senki nem telefonál, akkor megtarthatom? Majd meglátjuk. Egy kis kutyáról gondoskodni sok munka. Halló? Igen. Ő az. Remek, viszlát. Pajkos gazdája volt. Látta a fényképét, és nem soká eljön érte. Rocky! Olyan szomorú, mióta Rocky eltűnt. Örülök, hogy megtalálták. Igazából Caillou találta meg. Igaz, Caillou? Neked is van kutyád? Nincs, de van egy macskám. És Gilbertnek hívják. Tényleg? De jó neked. Én is akartam macskát, de az apukám allergiás rá. Ideje mennünk, kicsi. Annyira örülök, hogy megtaláltad. Köszönöm, hogy vigyáztál rá. Bár Caillou nagyon szomorú volt, hogy Pajkos elmegy, mégis igen büszke volt magára, hogy segített. Viszlát! 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 Gilbert! Ünnepi varázslat. Caillou nagyon szerette a környék karácsonyi fényeit nézegetni. Rendkívül izgatott volt, mert a Mikuláshoz készült látogatóba. Mit rajzolsz, Caillou? A Mikulásnak rajzolok, hogy ne felejtse el, mit hozzon nekem karácsonyra. Ez kitűnő ötlet. Mit kérsz tőle? Caillou nagyon nehezen tudta eldönteni, hogy milyen játékot kérjen a Mikulástól karácsonyra. Mit szólnál egy autóhoz? Caillou végül kitalálta, hogy mit kérjen. Mikor vesszük meg a karácsonyfát? Még ma, ahogy apa befejezi a munkát. Caillou alig tudta elhinni. Találkozik a Mikulással, és karácsonyfát díszíthet ugyanazon a napon. Caillou! A karácsonyfát fogjuk feldíszíteni, nem téged. Hol van apa? Még telefonál. Egy perc és jön. Szólok neki. Apa, siess! Megyünk a Mikuláshoz! Csak egy perc és megyek. Behozod a havat a házba. Caillou már alig várta, hogy találkozzon a Mikulással, és azt akarta, hogy apukája fejezze be a telefonálást. Rendben, köszönöm. Még később beszélünk. Gyere, apa! Siess! jól van, jövök már. Tudod mit? Előbb elmegyek a mosdóba. De nagyon siess, apa! Szerepet cseréltünk. Általában én várok rád. Egy perc és jövök. Caillou, várj meg minket, kérlek. Caillou nagyon izgult, hogy végre találkozhat a Mikulással. Caillou! Apa! Caillou félt egyedül fellépni a mozgó lépcsőre, de apukája már félúton volt felfelé. Minden rendben, lemegyek. Vicces volt, ahogy apukája lefelé sétált a rossz irányba. Nem jó irányba sétálsz, apa! Ó, igazad van. Ez a lépcső csak felfele visz, de le kellett jönnem, érted? Clementine! Szia, Caillou! Elmondom a Mikulásnak, hogy mit kérek karácsonyra. Én is elmondom. Te mit kérsz? Egy új babát, egy ugrókötelet és egy sütőt, hogy süthessem a saját süteményeimet. És talán egy mackót is, meg egy aranyos kiskutyát. Te mit szeretnél? De hisz ez csak egy kívánság.
Caillou nem tudta, hogy merjene több mindent kérni, de minden vágya ez az egy különleges dolog volt. Ahogy Clementine és a Mikulást nézte, hirtelen megijedt, és nem mert oda menni elmondani, hogy mit szeretne. Menj, Caillou, te következel. Mi van nálad? Egy kép nekem? Szeretek képeket kapni. Ráírtad a nevedet? Akkor jobb lesz, ha elmondod, hogy ne felejtsem el, kitől kaptam. Caillou-tól. Ez bizony egy igazán gyönyörű rajz, Caillou. Gyere, ugorj ide az ölembe és mesélj nekem róla. Caillou örült, hogy a Mikulásnak tetszett a rajza, és hirtelen elmúlt minden félelme. Ez pont olyan, mint egy dinoszaurusz. Igen, egy dinoszaurusz, ami sétál és beszél. Úgy érted, hogy egy igazi dinoszaurusz szeretné? Nem, csak egy játék dinoszaurusz elemekkel. Hát nem sok élő dinoszaurusz van az északi sarkon, de azt hiszem, hogy ez a fajta, amit te szeretnél, talán akad. Ez az! Boldog karácsonyt, Caillou! Caillou örült, hogy elmondta a Mikulásnak a dinoszauruszt. És ő kicsoda? Rozi a testvérem. Rozi, milyen szép neved van. És te milyen ajándékot szeretnél karácsonyra, Rozi? Rozi egy kicsit fél, Caillou. Azt hiszem, várnunk kell még egy évet. Valami különlegeset hozok majd neked karácsonyra, Rozi. Szia, Caillou! Valamennyi őtöknek nagyon-nagyon boldog karácsony! Caillou büszke volt, hogy felnőtt, és már nem félt a Mikulástól. Hol vannak a fák, apa? Sajnálom, épp most adtam el az utolsó fát annak a családnak. Nézd meg a fánkot, Caillou! Megyünk feldíszíteni! Szia! Én is akarok karácsonyfát díszíteni, apa! Sajnálom, Caillou, de nem maradt több fa. Tessék, Pajti! Ha visszajössz holnap, ígérem, hogy félreteszem neked a legeslegszebb fámat. Csak neked! Én is! Holnap találkozunk! Boldog karácsonyt! Caillou nagyon mérges volt. Nem akart holnapig várni. Ma akarta feldíszíteni a karácsonyfát. Mi történt? Gilbert! Caillou nem akart kint lenni, be akart menni és karácsonyfát akart díszíteni. Miért nem vehetünk egy fenyőfát, apa? Az árus azt mondta, hogy holnap több fája lesz. De én most akarom feldíszíteni a fát. Tudod mit? Talán elkezdhetjük. Komolyan? Menjünk be és keressük meg a dobozt a díszekkel. Feldíszítjük a saját karácsonyfánkat. Anya, azért lehet fánk bent a házban is? Persze, hogy lehet, kicsikém. Caillou úgy érezte, ő a legszerencsésebb a világon. A Mikuláshoz neki egy dinoszauruszt és két karácsonyfát is feldíszíthet. Mehet? Caillou úgy érezte, hogy ez a legcsodálatosabb fa, amit valaha látott. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.